kalandos utazások kiemelt támogatója a Szedresi Lovasudvarház. Köszöntöm nézőinket, önök a Kivit utazási magazinunkat látják. Rozsnyó és környéke Szlovákiának egy olyan területe, ahol a látogató viszonylag kis helyen mesés élmények birtokába juthat. Nem csak a természeti és a kulturális értékek gazdagsága, de a helyiek vendégszeretete is hozzájárul ahhoz, hogy az ide látogató garantáltan jól érezze magát a Gömörországban. Gömörország, ahogy annak idején Tőzsér Árpád elnevezte, Szlovákia délkeleti részén található. Változatos, sokszínű táj, gazdag kulturális örökséggel. Természeti értékeit bizonyítja az is, hogy területén három nemzeti parkot is létesítettek, és ezekben számtalan barlangot és szurdokvölgyet kereshetünk fel. Barlangjai közül talán a legismertebb a Dobsinai, mely Európa egyik legnagyobb jégbarlangja. Bejáratához egy enyhén emelkedő tanösvényen juthatunk el. A jégtömeg kialakulásának és megmaradásának fő oka a barlang különleges alakja, ugyanis a bejárattól mintegy 70 métert lejt, és így alsó részében megreked a -1-4 Celsius fok közötti hőmérséklet, kialakítva a barlang számtalan egymásra fagyott rétegét, melyek vastagsága helyenként meghaladja a 25 métert is. Történetéből két érdekesség, ez volt Európa első villanyvilágítással felszerelt barlangja, és korábban korcsolyázni is lehetett termeiben. A bejárható szakasz mintegy fél kilométer hosszú, és utunk során megcsodálhatjuk a helyenként áttetsző jégfalakat, jégoszlopokat, természetes jégszobrokat. Dobsina közelében található Dedinki, mely elsősorban a gyönyörű környezetben fekvő víztározójáról ismert, de innen indulnak ki a szlovák paradicsom déli oldalának fontos túraútvonalai is. Ezek közül a leglátogatottabb a Zejmári völgy szakadék. Vadregényes szikla képződményeit a víz eróziós tevékenysége alakította ki. A körülbelül 200 méteres szintemelkedést dorong és vaslétrák, lépcsőrácsok, láncok segítségével lehet leküzdeni. Utunk során több, kisebb-nagyobb vízesés mellett is elhaladunk, a pihenőhelyeken pedig csodás panorámában van részünk. A túra felső végpontja a ligetes Geravi fennsík. Nem messze innen olyan kilátópontra juthatunk, ahonnan még a magas Tátra csipkézett gerince is látható. Az adrenalin szintet tovább lehet emelni a Tarzánia kalandparkban. Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű karsztvidéke a szlovák karszt, mely barlangjainak, különleges völgyeinek, erősen szabdalt karszt felszínének sajátos növény- és állatvilágának köszönhetően felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A Rőcei hegységben, Mártonháza közelében találjuk a térség egyik legnagyszerűbb látványosságát, az Aragonit barlangot.
korallokra emlékeztető színes aragonit kristályok különleges alakzatai fogadják a látogatókat, melyek között vannak tű, spirális, cseppkő és fűcsomószerű képződmények is. Közülük talán a leglátványosabb a Várhegy szíve nevű alakzat. Gömörország szép számú és értékes műemlékkel is várja az utazót. Kis területen sorakoznak egymás mellett a gótika, a reneszánsz, a barokk, de még a szecesszió nagyszerű alkotásai is. Szlovákia első tematikus útja a gótikus út, Gömör és a Szepesség freskókban gazdag templomait, megmaradt várait fűzi fel. Van mit bemutatni, hiszen az egész Kárpát-medencében itt maradt fenn a legtöbb gótikus emlék. Belsőc, éppen felújítás alatt álló református templomában 14. századi freskókat láthatunk. Berzéten református templomának kertjét lőrésekkel ellátott magas fal övezi, a templomfalakat támpillérekkel erősítették meg. Mellette áll az egykori birtokosok, a Máriásiak családi kriptája. A legértékesebb freskókat a csetneki evangélikus templomban csodálhatjuk meg. A 14. és 16. század között készült alkotások közül a korábbiak olasz, a későbbiek német hatást mutatnak. A festmények egy jótékony messzelésnek köszönhetik, hogy túlélték a reformációt. A templomban még számos értékes tárgy és berendezés található, köztük Szlovákia legrégibb orgonája, mely Kolumbusz útjának évében 1492-ben készült. Felső Gömör szívében találjuk a több mint 700 éves bányavárost, Rozsnyót, melyről Petőfi így emlékszik meg úti naplójában. Völgyben fekszik magas, meredek hegyek között, mint alamizsnak rajcár a koldus kalapjában. A Sajó partján fekvő kisváros látványosságai közül érdemes kiemelni a négyzetes főtér szép házait, a tér közepén álló 36 méter magas őrtornyot, de legjelentősebb műemléke a 14. században épült és Szűz Mária mennybe menetelének tiszteletére szentelt püspöki székesegyház. A templom belsőben találjuk azt az 1513-ban készült táblaképet, melyen a művész Szent Annát, Szűz Máriát és a kis Jézust festette meg. Ami igazán különlegessé teszi az alkotást, az a háttérben bemutatott bányamunka. A festő így kapcsolja a bibliai témát a helyhez. A műemlékek felkeresése után érdemes egy látogatást tenni a kézműves söreiről híres Kaltenegger sörfőzdébe. Aki pedig ezek után esetleg megéhezik, azt a gömöri konyha specialitásai ízletes ételei várják. Érdekes kiállítás nyílt a Betléri Andrássy kastélyban, melynek megnyitóján Habsburg György is megjelent. A kiállítás címe Erzsébet királyné történelmünkben és képzeletünkben utal a sok-sok legendára, de mindenek előtt arra a tiszteletre, mely Sziszit e vidéken is övezi. A kiállított tárgyakat 15 gyűjteményből kölcsönözték.
A betléri vadászkastély Gömör leglátogatottabb műemléke, és ez nem csak a gyönyörűen felújított épületnek köszönhető, melyért Európa Nostra díjat érdemelt ki, hanem annak az angol parknak is, amely Szlovákia legnagyobb ápolt kertje címmel büszkélkedhet. A kastélyparkot ugyanaz a Heinrich Nebbien tájépítész alakította ki, aki többek között a Martonvásári és a Városligeti Park megtervezésében is közreműködött. A kor divatjának megfelelően egy úgynevezett tájképi kert készült, mely szinte belesimul a környező erdős tájba. Krasznahorka büszke vára az egyik legjobb állapotban fennmaradt műemlék, és ez még úgy is igaz, hogy a 2012-es tűzvész majdnem megsemmisítette az épület együttest, a helyreállítás jelenleg is tart. Havárban nem is lehet mostanában feljutni, de a közelében álló Andrássy mauzóleumot mindenképpen érdemes felkeresni. Andrássy Dénes felesége emlékére építette, mely halála után a gróf sírhelye is lett. A rotunda-szerű épület bejárata felett az Andrássy címer látható. Belépve a mauzóleumba, szembetűnő a falakat borító márványlapok sokfélesége. Európa márványbányáiból a legjobb minőségűeket építették be, de kararai márványból készültek a szarkofágok is. A kupola belsejét mozaik borítja, a mauzóleum a szecessziós művészet egyik leglátványosabb emléke. Így filmünk végén álljon itt a konklúzió. Gömör felfedezni valókban gazdag térség, ahol jókat lehet enni, inni, és ahol az utazót garantáltan kedves vendéglátók fogadják. Horvátország Adriára nyíló idegenforgalmi régiói közül a legnagyobb a Lika-Karlovac régió, mely a Dalmát-tengerpartot köti össze az ország belső részeivel. A sokféle látnivaló közül az egyiket szinte mindenki ismeri, ez a Plitvicei Tavak Nemzeti Park, de a vadregényes táj még sok-sok felfedezni valóval várja az utazót. Thank you.
Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!